Szép jó estét kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim, köszöntöm Önöket a mai közmeghallgatáson. Ismét családias légkörben vagyok, ahogy látom. Vagy rossz az idő, vagy nagyon jó mennek a dolgok a városban, mert mikor nem mentek ilyen jól, akkor sokkal többen voltak. A képviselőtestület határozott képes, hogyha valamit el kellene dönteni, meg tudjuk oldani. Egy fő hiányzik, Andrásik Sándor, bízom benne, hogy be fog ő is futni. A mai közmeghallgatásnak a célja a 2015. évi költségvetésnek az ismertetése. Szokás szerint el szeretném mondani, miről szeretnék beszélni, meg hány részből és hogyan tevődik össze ez a mai kis programunk. Úgy tervezem, hogy kb. 7:30 fog tartani, ahányan vagyunk. Hogyha mindenki feltesz egy kérdést és megpróbálok nekik választ adni, kb. Ez lesz az idő, amire végzünk. A szokásomtól eltérően kicsit rövidebben és zanzásított formában szeretném előadni a költségvetést Önöknek, mert tudom, hogy annyira nem szokta Önöket ez érdekelni, inkább csak a fő számok, a beruházások és az elvi részek, a jogszabályi háttér nem annyira, de természetesen azért erről is szeretnék beszélni. Tehát általában az állam és az önkormányzatnak a viszonyáról szeretnék egy pár szót ejteni, a költségvetésnek a miben létéről, a jogszabályoknak az áttekintéséről, hogy mely jogszabályok határozzák meg azt, hogy hogyan kell a költségvetést elkészíteni, és mi az, aminek benne kell lenni, de nyilván ezt vázlatosan. És utána pedig a Dunaharaszti költségvetési tervezetéről beszélnek néhány szót. Elsősorban a bevételek ismertetéséről, a kiadások ismertetéséről, és ezen belül pedig a fejlesztési feladatokról néhány szót szeretnék mondani, és utána a második részben pedig önöké a terep, a lakossági kérdésekről, én meg majd legjobb tudásom szerint meg kísérelek ezekre válaszolni. A lakossági fórumnak a célja, egyrészt tudjuk, hogy ez kötelező a költségvetés elfogadása előtt, a célja mindenek előtt az az, hogy a lakosság megismerhesse az elképzeléseket, mielőtt a képviselőtestület erről dönt, és hogyha helyben szükséges erről képviselőtestületnek tudomást szerezni, és majd 20-akárhanyadikán, nem tudom pontosan mi az időpont az utolsó hétfőn, ahogy szoktuk, erről döntünk, és ha van erre szükség, akkor ezeket természetesen, ezeket az elképzeléseket be tudjuk emelni. Volt erre már egyébként az elmúlt években példa.